Szekszárdon a Béla király térről indultak a helyi polgárőr egyesület tagjai. A csoport egy közlekedés biztonsági akcióval hívta fel a motorosok figyelmét, hogy megfelelően készüljenek fel az idei szezonra, hiszen nagyon fontos, hogy rendben legyen a járművek műszaki állapota, és egyebek mellett hasonlóan lényeges a védőruházat használata is. Az autósoktól egy picit több figyelmet szeretnénk, picit gyorsabban előzünk, mint ők, viszont nekünk is indul a szezon, nekünk is oda kell figyelni, vigyázni arra, hogy esetleg lehet, hogy csúszik az út. Nem csak a motorokat, hanem a tudást is le kell porolni a motorosoknak. Az akcióban a szekszárdi egyesület motorosai közül 6-an vettek részt, az egyenruhások a Tolnai vármegye székhelyről indultak, majd Tolnán, Faddon, Dunaszentgyörgyön, Pakson és Madocsán, Bölcskén áthaladva Dunaföldvárig motoroztak. Strunga Bettina járási koordinátor elmondta, hogy az Országos Polgárőr Szövetség 2023-ra a gondoskodás évét tűzte ki célul. Ebből az alkalomból szerettük volna így a motoros szezon kezdete előtt felhívni a motorosoknak a figyelmét arra, hogy nagyon figyeljenek, hiszen ugye fel kell készülni mind a motorosoknak, mind az autósoknak arra, hogy elkezdődik ez a szezon, hiszen ugye rengeteg baleset szokott történni sajnos az utakon. Ugye erre nagyon oda kellene figyelni, hogy ezt tudjuk csökkenteni, és a polgárőrség ebben is részt fog vállalni, mind abban a szerepben, hogy a közlekedés biztonságára figyeljenek, mind pedig ugye a rendőrökkel közös szolgálatok során különböző akciókban részt vegyenek. Az eseményen részt vett és motorral felvonult Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke, aki egyébként a bátaszéki polgárőrség tagja is. Pontosan tudjuk, hogy mit jelent számunkra az, hogy a polgárőrségre mindenhol tudunk számítani, akár az iskolába menő gyermekek, akár a vállalkozók a telephelyeiken, akár a tanyatulajdonosok, vagy gyümölcsös tulajdonosok, úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy szerteágazó a polgárőrségnek a munkája. A felhívást hagyományteremtő szándékkal rendezték meg, emellett a szekszárdi polgárőr egyesület célja, hogy minél többen érdeklődjenek a hivatás iránt.